hullasztó ködét. Ne hívj, ne csalj, én nem tudok szeretni. Lelkem kifosztott, nyomorult, szegény. Elkárhozástól meg nem váltja semmi, s a te sugárod örjöngő remény. Tűnt ifjúságnak visszajáró árnya, az lettem én, a múlt után futok. Isten, veled szerelem szép világa, ne hívj, ne csalj! Én nem tudok szeretni. A következő vers egy kortárs költőtől van, Dobai Bálint, megfáztam egy temetésen. Fogadják sok szeretettel. És igen, tudtam. Bár tavasz van, szeszélyes, lányos április. Zértent. Némi prüszköléstán megér. Vármegyeházi cifra népség tolong majd újabb versemér. Mit versemért? Egy versnyi orkán, sirokkó, könnyes cunami ömlött le a gyászolók torkán, s gyomrukban kezdett hangzani. Libáknak írok, hízzanak csak, ízletes, zsíros májukért, mit kvártéjomban majszolgatnék, kenyér mellé, vagy bármiképp. Egy senki grófné lett elásva, s a testem mégis túlhevült, s tudtam, vezúvnyi szörnyű lába egy nagyobb ember veszte fűt. S tudom, van más, rosszabb kivérzés, s tám fájóbb, mint az enyémé. Nem is nyavajgok. Csak egy kérdés. Ér ennyit egy rédeiné? S most hánykolódom itt a térben, holdon, s koporsón jár agyam. Mert megfáztam egy temetésen, s lassan temethetem magam. Talán nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy Arany János sokunk kedvence közé tartozik. Ezért a következő részlet, amivel készültünk, vagyis amit most szeretnék önöknek felolvasni, az nem más, mint a Toldi egy részlete. És úgy tudom, hogy Medve Dánielnek is nagy kedvence, ezért döntöttünk úgy közösen, hogy elhozzuk ezt is. Akkor hajrá, fiúk!
összeszedte Toldi roppant nagy erejét, s megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét. Engedett a kesztyű, és összelapula, kihasadzott a csehnek minden ujja. S mint mikor tavasszal, ha lágy idő fordul, a házak ereszén a jégcsap megcsordul, úgy csordult ki a vér minden ujja végén, elszörnyedt a bajnok Toldi erősségén. Aztán megragadta Toldi csak úgy kézzel, rángatta a csehet szörnyű erejével, ropogott kezek közt, elolvadt a teste, végre így könyörgött a cseh térdre esve. Kérlek, édes fiam, ne kívánt halálom, minden vagyonomat ím neked ajánlom. 12 vitéznek drága sok marhája, vitézlő magammal minden apróságát. Toldinak a szíve hajlott a kérésem, legyen úgy, felelte, marhádat elvészem, de azt is koránt sem magamnak kívánom. 2 vitézt megöltél, az anyjoknak szánom. Most, mint alamizsnát, megadom életed, hanem tégy hit alatt erős ígéretet, hogyha bár mély tenger nyelni el hazádat, a mi országunkra mégse teszed lábat. Mindent felfogadott a bajnok ilyetten, s békével mentek a csónak felé ketten. Hát egyszer a nagy cseh neki húzózkodva, Toldihoz hátulról hozzávágorozva. Szerencse, hogy Toldi a Duna tükrében meglátta, s megkapá a kardot kezében. Leborult a nagy cseh, kegyelem, irgalom! Eredj, kérd Istentől, utad megmutatom. S amely kardot ő az álnok csetől elvett, avval adott néki örökös kegyelmet. Íziben elmetszi a fejét a testétől, piros lett a nagy kard gazdája vérétől. Toldi felmutatja a fejet a kardon, nagy rivalgás támad két felől a parton. Tapsolnak, kiáltanak, zászlót lobogtatnak, Buda nagy hegyei visszakúrjongatnak. Azért ez egy dinamikusabb darab volt, és most akkor szeretném a fiúkat megkérdezni arról, illetve megkérni arra, hogy meséljetek egy kicsit arról, hogy igazából ti milyen zenéket is szoktatok játszani, illetve hogyan kezdődött el a ti életetekben a zenéhez való viszonyulásotok.
hogyan jött létre? Szerintem mindkettőnk nevében mondhatom, hogy már nem ma kezdtük, illetve szerintem már mind a ketten nagyon gyerekként már elkezdtük a zenét, meg a hangszerekhez való kötődést. Hát igen, elég furcsa, hogy most Krisztián barátommal ebben a műfajban mutatjuk meg magunkat, de nagyon örülök neki, mert nem gondoltam volna egyszer, hogy majd a vers és a zene az majd számomra így fog összekötődni. Én 9 éves voltam gyakorlatilag, egy generációban kezdtünk, de majdnem, hogy időben ugyanúgy kezdtük el, csak egy kicsit idősebb medve nálam. Ennek ellenére valószínűleg ugyanolyan szinten vagyunk, és segíteni tudjuk egymást ezzel, hogy... Hát is furcsa, hogy most igen, hogy nem a metal zenében és a punkban mutatjuk meg magunkat, hanem ebben a, hát nem is tudom, egy ilyen újfajta stílus, a vers és a zenét, ahogy össze sikerült párosítani. Lehet, hogy művészek is vagyunk. Csak ki zenészek, tudja? Igaz? Még az is lehet. És hányféle hangszeren tudtok játszani? Az összesen. Gyakorlatilag az összesen. Medve tud dobolni, mert biztos, mert elestett tőlem, én meg ugyanígy megtanultam gitározni, aminek az ő jó voltából sikerült ezt elérnem. De hát, mi játszunk még? Basszus gitárgitár, ukulele, kongák, dobok, mikrofonok, csak ezt nem mindig úgy használjuk, ahogy kellene. Hát szerintem jó vagyunk. Nos, ti fiatalon kezdtetek el zenélni, én pedig viszonylag fiatal voltam, amikor a próza, illetve a versmondás közel került hozzám. Eleinte csak prózát mondtam, majd pedig később versekkel is kezdtem foglalkozni gimnazista koromban, és akkor kedveltem meg igazából Simonyi Imrét, aki ugyebár helyi kötődésű költő volt, és részt is vettem jó pár Simonyi szavaló versenyen Fodor György tanár úr felkészítésével, és annyira megszerettem az ő verseit, hogy éppen ezért készültünk ma is egy Simonyi verssel. Fogadják sok-sok szeretettel! Azt a dalt tudod-e még? És azt a jajt hallod-e még? S amerre olyan régen jártál, abba a tájba visszatalálnál? Abba a házba visszatalálnál? Égetett, elvert a jég, hát az anyád éle még. Mióta elmentél, azóta útra valód volt az a nóta, az a keserves, az az árva, azzal voltál feltarisznyázva. S mikorra előkerülnél, hogy a tanya végnél leülnél, bal sorsod, szerencsédod bevárni, hisz szemedbe mondhatja akárki. Az a tanya nem is volt, meg le is égett, s anyád, ha volt is, bennégett. Tavaly múlt 1000 éve rég, hát a fia épe még.
S az, aki az álmokat rakta benned égigérő kazlakban, ahonnét már mindent belátva nézhetsz a letarolt valóságra. Az, aki egy tavaszi este homlokát verte az egekbe, mert a földtől épp addig ért. Meghót apád a fogát, rád evicsorítja még. S most merre vagy? S oda honnét értél? S hogy ott lehetsz? Attól mit reméltél? Hisz azt mondják, egy helyben futottál, még sehonnét, sehová jutottál. S még csak az se panaszolt, hogy társak nélkül vágtál a vakvilágnak, hisz követőid nagy botokkal loholtak menekvő nyomodban, mintha két lábon járó elvek lettek volna, kik megkergettek. S ott, ahol sehova se értél, bezárkóztál, és nagyon féltél, a saját hátad mögé bújtál, s rúgott gyerekként úgy motyogtál. Az ott anya sose volt, meg le is égett, s anyád volt is, benn égett, nap égetett, elvert a jég, tavaly múlt ezer éve rég. Mikor az óra éjfélt kongott, valami sehol sincsen tornyok kísértett népei, mind kiszálltak, s a hátad mögött rád találtak, s kilöktek a röhögő porondra, járd, mindkinek elment a gondja, lúdtollal csörgő süvegedben cifrázza cigány kerekezve, de úgy ám, ahogy a nóta mondja, hallod-e te falu bolondja? Hát az anyád éle még, hát a fia épe még, meghót apád a fogát, rád evicsorítja még. Köszönjük. Most pedig az egyik kedvenc költőmtől szeretnék elszavalni önöknek egy verset. Arany János, Rozgonyiné. Hová, hová, édes férjem? Megyek a csatába. Galambócon vár a török. Ne várjon hiában. Megállj, megállj, édes férjem, ne menj még csatába. Befordulok egy kicsinyéig öltöző szobába. Én kegyesem, szép hitvesem, ellenemre jár szé. Sima vállad, puha kebled, töri az a páncél. Félve tartod a nagy kardot remegő kezedben, mit keresnél gyönge asszony védes ütközetben? Azt keresem, hív magyar nő véres ütközetben, hogy lehessek élve, halva, mindig közeledben. Súlyos a kard, de nehezebb százszor is a bánat, s jobban töri, mint a páncél kebelem utánad.
Gyöngyös arany fejkötőjét sisakkal borítja. Karcsú fűzött sejem vállát páncélba szorítja. Kardot is köt bársony övre, gyémántos fogantyút, pici piros csizmájára, szép ezüst sarkantyút. Csalogatja csemegével muci paripáját, lepke szellő lebegteti tenger zöld ruháját. Széles úton, poros úton, fellegett veraló, csillámlik a villámlik a fényes acélpatkó. Fogadj Isten, húgom asszony itt az ütközetben, nyilat ugyan, amint látom, hoztál szép szemedben. Uram király, Zsigmond király, nem oly divat ma már nyillal lőni, mint felséget fiatal korában. Galambócot a Dunáról ostromolni kezdik. Folyamon is, szárazon is egyre törik, vesztik. Elől-elől rozgonyival kedves élet párja, hív szerelme, szép cicelle, Szent Györgyi leánya. Szól az ágyú szokatlanul durván oszmán fülnek, hajóira tűz, kanócok, koszorúk repülnek. Vizet, vizet! A pogányság ordítosz hiában, mind odaég. Bár van elég víz a nagy Dunában. Kár volt neked, Zsigmond király, mindjárt megijedned, gyalázaton a pogánytól egérutat venned. Fut a farkas néha-néha, de szikrázó foggal, népedette, átkeletted, szökve, mint a tolvaj. Hely, ki hozza, kormányozza ide azt a gáját? Vagy már senki meg nem menti magyarok királyát? Én hozom gyönge asszony hajómat az ében. Ülj fel, uram Zsigmond király, te is, édes férjem. László várott a magyarság vala bátorságban. Híre futott a csatának széjjel az országban. Egy árva szó sem beszéli Zsigmond győzedelmét. Mind a világ, széles világ, rozgonyi cicellét. Köszönöm szépen. A következő vers, amivel készültünk, azt nem más írta, mint a mellettem ülő Krisztián, hiszen, amint említették, ők művészemberek is, és alkotni is szeretnek, és nem áll tőlük messze a versírás sem, mint ahogy Medve is nagyon kedveli a Toldit, Krisztiánnak is vannak preferált versei, de megpróbált írni egy saját költeményt is. Kérlek, mesélj nekem arról, hogy miről szól pontosan ez a vers. Az a helyzet, hogy ez az életről szól, meg mindenről szól. Ez egy adott, aktuális lelkiállapotról szól, ezt a verset megírtam. Gyakorlatilag semmilyen konkrét mondani valója nincs. Egy szemléletet próbál állítani. Kisebb-nagyobb sikerrel az emberek elé, és aki érti, az érti. Hát az túlzás, én inkább úgy fogalmaznék, hogy bemutatja az életnek a hullámvölgyeit. Körbeírja, igen. Az eddig tapasztalatokat, minden jót és minden rossz. Nagy vonalakba. Próbáltam nagy vonalakban írni. Hatopik, hogy sikerült, de ezt mindjárt meg is hallgatjuk. Akkor fogadják sok szeretettel a következő produkciónkat, ami egyben talán most a záró produkciónk is, Galambos Krisztián által írt vers. És akkor kezdjük is el. Az élettől néha túl sok mindent várok, pedig csak illúzió, édes álmok.
egy árnyat kergetünk, és nem a valóságot. De csak ha a szememmel szórhatnék villámot, megváltozna minden, ami más. Mondanám, hogy nyisd ki a szemed és láss. Mikor rosszul érzed magad, törj fel a mélyből, legyen vihar, jég fújjon az égből. Nem számíthatsz másra, nem érdekel senkit, hogy mit tettél, s kinek segítettél, és mennyit. Ha minden a feje tetejére áll, és már nem tudod, hogy mi vár, csak keres egy olyan helyet, melyről csak te tudsz, melyet én építek fel, egyedül. Aki csak tudja, menekül. Van, akinek fáj, de én itt érzem magam remekül. Csináltam sok rosszat, volt jó pár, de ma már csak az számít, hogy ki voltál. Sok év eltelt, és sok idő kellett, mert sajnos ez a világ egy szar hely lett. Miért sírsz? Ez nem rád val. Nem vagy egyedül, mégis senki se hal. Változni nehéz, én tudom jól. Főleg, ha nem fogadnak el sehol. Lehet néha hátra is nézni, újra már sosem fogjuk átélni. Szemed újra becsukni, és egyszerűen hátra dőlni. Nehéz napokon mosolyogni, szomorúan vidámnak lenni. Van, amit nem akarunk, ezért hamar meghalunk. Egy hely, amit én építek fel, egyedül. Aki csak tudja, menekül. Van, akinek fáj, de én itt érzem magam remekül. Egy hely, amit én építek fel egyedül. Aki csak tudja, menekül. Van, akinek fáj, de én itt érzem magam remekül. Egy hely, amit én építek fel egyedül, aki csak tudja, menekül. Valakinek fáj, de én itt érzem magam remekül. Egy hely, amit én építek fel egyedül, aki csak tudja, menekül. Van, akinek fáj, de én itt érzem magam remekül. Itt érzem magam remekül. Nagyon szépen köszönjük, remélem, hogy tetszett önöknek. A repertoárunkat folyamatosan igyekszünk bővíteni, illetve nagyon sokféle vers van, amit nyilván szeretünk, és szeretnénk is majd előadni. Van saját, illetve ismert költőktől, kortárs költőktől is egyaránt. Köszönjük még egyszer, és reméljük, hogy tényleg elnyerte a tetszésüket az előadásunk. Most láthatták az Attitude Noir-t a stream szerdában. Köszönjük szépen.
Jó magam, Kóra Katalin Bianca vagyok, mellettem a gitárnál Medve Dániel, és ezen az oldalon pedig Galambos Krisztián. Köszönjük szépen még egyszer!